Esti mese a Pécsi Nemzeti Színház művészeivel. Arany János, a fülemile. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem ami Péter Pálunk, háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen. Innen is túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De, hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa, díszeül a Pál kertjének. A szomszédban nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemile épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre én felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli, szívecskéjét elteli. Szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség. Ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyül ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy goromba szó keményen. Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fügy kendet. Pál nem hagyja, ő tett úgyse. Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván átugorván örre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, ha nem ajuszt, mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszeny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgy mond, ő nem hagyja. Inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli. Övé a füty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye. Nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívántnak, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse? Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is, ilyen ügyről, madárfügyről, mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két férre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka. Ha nem, jobb felülüt, nekem fütyül, bal felülüt, nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy ma már nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék, a testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, megenni vagy megölni, egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd ki a fülemile füttyét? Mai napság felvállalja.